Ez a ház valamennyi füredié és örömteli, hogy a felsőváros részben, ahogy a fürediek mondják, a faluban is történik fejlesztés, mondta a Balcsi-Zsilinszky utcában lévő zsidó kiválóságok háza ünnepélyes megnyitóján Kontrát Károly államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Én megnéztem a kiállítást a kitűnő segítőm segítségével, és én Móli Nagy László munkásságát tekintettem meg, a Bauhaus kiváló mestere volt, és aki Bács-Borsodról indult, Bács-Borsodon született, és világhírű életművet hagyott maga után. Maga a digitális technika segítségével olyan világhírű produkciót sikerült létrehozni az alkotóknak, ami én úgy gondolom, hogy méltán tarthat igényt a közérdeklődésre. Ez a ház valamennyi füredélyé, ez mindnyájunké ez a ház, és az a fontos, hogy ezt felakjuk, hogy minél többen jöjjenek. A felsőváros, vagy ahogy így mondják, a falunak a közösségi tere. Ugye Füreden én sokszor kapom meg azt a véleményt, hogy ne csak a 71-estől a partig történjenek fejlesztések, hanem a felsőváros, a falu is kapjon olyan lehetőségeket, amit a város más része. És én azt gondolom, hogy ez is bizonyítja, hogy a polgármester úr, a város képviselőtestülete ezt szintén úgy gondolja és törekszik, hogy ez sikerüljön. Most nem akarok kitérni az elnyert zöld városokra, ami milliárdos forrás jelent és a felsővárosnak nyújt lehetőséget. Én, mint Balatonfüred országgyűlési képviselője, mindig megtiszteltetésnek tartom a Füred egy újabb és újabb értékének a átadásán lehetek. Magyarország kormánya képviseletére pedig gratulálok ehhez a programhoz, és azt kívánom, hogy valóban nagyon sokan keressék föl a zsidó kiválóságok házát, sokan tekintsék meg ezt a gyönyörű kiállítást, és én azt gondolom, hogyha ez így meg fog történni, akkor mindenki egy kiváló élménnyel gazdagodik. Füred polgármestere dr. Bóka István kiemelte, ez a ház annak a zsidó közösségnek is emlékhelye, akiket 1944-ben elhurcoltak, és akik közül csak páran tértek vissza. Emellett egy modern kiállítás, amely a zsidók tudósok szellemi teljesítményét mutatja be, és nem utolsó sorban egy hangulatos közösségi tér is, ami a Városi Könyvtár irányításával különböző rendezvényeknek adhat helyet. Azt szerettük volna, mondta az ünnepségen köszöntőjében Olti Ferenc, a kiállítás ötletgazdája, hogy ez a hely pozitív üzenetet sugalljon a 131 zsidó tudós életének találmányainak bemutatásával, Einsteintől napjainkig, Dellig, Zuckerbergig. Emellett, mivel 1855-től zsinagógaként működött, a 10 parancsolat héberül olvasható a tetőn fent, és ide került egy budapesti omladozó zsinagógából egy rendkívül szép restaurált tóraszekrény is. A 75 éves olajfa mellett a kertben pedig bárki megpihenhet. Legyen ez a környék kulturális tere, az ökumenikus hagyományt folytatva, hiszen volt ez katolikus, majd református templom, végül pedig zsinagóga. Az ünnepélyes megnyitó előtt Einstein születésnapján tartott szakmai napon itt járt a kiállításon bemutatott egyik tudós, Kőrösi Ferenc fia is, az Izraelben élő Jossi Korazim Kőrösi, aki 10 éves volt, amikor az édesapja elhagyta az országot. Hát a papámról azt tudom mesélni, hogy kicsit szomorú, de hát ez így történt, hogy 1906-ban született, és egy nagyon büszke magyar családba nőtt föl, egy tudósok családjába. Az ő nagyapja, az én dédnagyapám, dr. Kőrösi József, a Budapesti Statisztikai Irodát alapította 19. század más vége felé és a 20. század elején. Szóval a papám egy büszke magyar családba született. Sajnos 30-as évek második fele óta azt kezdték észrevenni, hogy egy büszke magyarból egy büdös zsidó lett. És ez nem volt könnyű, és ezt átélni nagyon nehéz volt, az az igazság, és rengeteg menekülés, meg stb. És aztán jött a kommunizmus, és ő mind kémia professzor, neki mégis úgy a helye az egyetemen volt, csak nem kapott helyet, csak mind egy ilyen kinti előadó, adjunktus, vagy valami ilyesmi. És akkor úgy érezte, hogy ebből elég, és Izraelbe vándorolt ki, és ott elég szép karriert csinált a
a sós víznek a sótalanítása volt a fő tudási területe. Én szociális munkára vagyok professzora, és tulajdonképpen 93 óta én évente járok ide, nem csak családi, hanem egyetemi előadásokat is tartok magyarul. Én 10 éves voltam, amikor a szüleimmel kivándoroltam Izraelbe. 30 évig nem akartam egy szót magyarul beszélni, kivéve a szüleimmel, szóval barátokkal, nem akartam barátokat, akik magyarok, meg stb. Fontos volt nekem, hogy izraeli legyek. 93 óta már elfogadom a gyökereimet, és tulajdonképpen elég büszke vagyok rá, és ezzel a kiállítással még büszkébb vagyok, úgyhogy minden rendben van. Rahel Korazim, izraeli közíró, a szakmai napon tartott beszédében elmondta, emlékezni kell, de nem csak a borzalmakra, hanem arra a rendkívüli teljesítményre, amit a zsidó tudósok adtak a társadalomnak. Mikor azt mondjuk, hogy emlékez, a héber kifejezést használtam, hogy zachor, ami ki is van rakva itt a templomba, hogy miről is pontosan akarunk emlékezni, csak a pusztulásról? Csak a rossz napokról? Vagy volt-e, van-e annak a zsidóságnak, akit itt élt, tovább is él, másféle hagyománya, másféle hozzászólása a zsidó kultúrához, az itteni kultúrához? És ez az ötlet, ami itt meglett, hogy egy zsinagógából, akár mennyire is, nagyon sajnálunk, hogy már nem lehet egy aktív zsinagóga, de elfogadjuk, nem lehet, nincs, annak vége. És akkor ne legyen ez egy üres terem, ahol gyászolunk, hanem legyen egy olyan hely, ami a közösségnek van átadva, hogy élvezze, hogy csinálja, és mellette egy kiállítás azt mondja, hogy mikor gondolkoztok zsidókról, akkor így is lehet a tudósokról, a hozzászólásokról, a természettudományról. Ezt akartam kifejezni valahogy. A Zsidó Kiválóságok háza március 21-től szerdától vasárnapig látogatható. 10-től 17 óráig várja azokat, akik kíváncsiak a háromnyelvű digitális tárlatra, vagy szeretnének egy kávé mellett megpihenni a különleges hangulatú épületben, vagy annak udvarán.